Hello fiúk, lányok, itt vagyunk a következő videóban, és ma ránézünk 10 csomagra az új Panini Premier League szériából. Egy csomagban ugye 6 kártya, nézzük is meg gyorsan, hogy mit, hogyan lehet bontani. Ugye 468 kártyás az egész széria, ebből 340 a base kártya, és ebbe benne vannak a stadionok is, a stadion kártyák. Ezen kívül ugye badge-eket lehet bontani 4 csomagonként, Model Pro 16 csomagonként, ugyanúgy, mint a Powerhouse, Precision 32 csomagonként, az azért elég durva. Azt mondja, hogy van itt még Breakthrough 19 csomag, a Fire és Ice, ami az érdekesség, hogy Fire 15 csomagonként van, Ice pedig 21 csomagonként. És ami az érdekesség, hogy a trófát elméletek 70 csomagonként lehet bontani. Kíváncsi vagyok, hány száz darab lesz a végére. Illetve a Golden Bowler és az Invincible 33 csomagonként bontható, ami azért érdekes, mert 50-es displayből akkor így egy darabot, jó esetben kettőt tudsz bontani, ha szerencséd van. Úgyhogy az eléggé ritkának mondható. Na de nézzük is. Van itt egy Smith a Bournemouth-ból, aztán egy Joe Gomez a Liverpool-ból, egy Chilwell, és egy Phenom Virgil van Dijk a Liverpool-ból. Nekem ez a kedvenc kártya típusom, vagy ilyen insert csillogós típusom, mert ez nagyon jól sikerül. Van még itt egy Mainu, és egy Julian Timber az Arzenából. Na nézzük is a következőt. Itt kezdünk egy Avonii, a Nottinghamből, egy Ramsey, Aston Villából és egy Defensive Hero, Gabriel az Arzenából, illetve egy Powerhouse Sangaré. Ebből is még csak egyet sikerült bontanom, mert azért videón kívül bontogatok itt. Louis Cook a Bournemouth-ból és Iwobi a Fulham-ből. Szóval bontogatok videón kívül, de azért vannak olyan insertek, amivel elég rosszul állok. Itt a Brentfordnak a stadionja, aztán egy Bentancur a Tottenham-ből, Mbeumo és egy Midfield Master Burns a frissen feljutott Ipswich-ből. Aztán egy kódos papír, Dobbin maradt még, illetve Doherty a Wolverhamptonból. Elég gyakori az ilyen egy csillogósos csomag. Coleman, Ki Chan Huang, egy Magic Touch Nkunku, és hogy rám cáfoljon, rögtön itt mögötte egy Midfield Master Kovacic. Cityből kódos papír, Sangaré, és Moreno maradt még a végére. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valami jobb fajta lap. Itt egy Louis Dunk, Defensive Hero. Aztán még egy Powerhouse, Guehi. Jó, hogy azon a csomagoláson, hogy 20 csomagonként lehet bontani. Ezt most itt megcáfoltuk. Aztán egy Edozi, egy Edmundson, Aribo és Bernardo Silva a Manchester Cityből. Most érünk szerintem a feléhez. Van itt egy Saka, Sven Botman, aztán egy Forest Badge, ez az első badge, amit itt bontottunk, aztán egy High Flyer Socek, aztán egy kódos papír, Murillo, és Harry Winks a Leicesterből. Egy Sam James's Park, a Newcastle stadionja. Nagyon jók ezek a stadionkártyák. Van itt egy Ederson a Cityből, egy Wharton Crystal Palace-ból, egy Magic Touch Madison Tottenham-ből, kódos papír és a zászlóból már láttam, hogy egy Mo Salah, mögöttem meg egy Pascal Gross. Egyébként azt vettem észre, hogy ők párban járnak, valahogy az adagoló gép így osztogatja. Van itt egy Stamford Bridge, a Chelsea stadionja, aztán egy Adingra, egy Andy Robertson a Liverpoolból, egy Adrenaline Rush Armstrong,
Az az első adrenalinrush, amit bontunk. Maradt még egy Westergaard és egy Bednarek a végére. Na már itt nagyon az utolsó csomagokat bontjuk. Nkunku, a sima baselapja, aztán egy City Badge, és úgy néz ki, hogy ez ennyi is volt, ami legalábbis a csillogós lapokat illeti, egy Sangare, Moreno, egy Niakate és egy Pereira. Hát, azért nem fűzök hozzá nagy reményeket, hogy itt most rábontunk a Szoboszlaira. Egy Molino, a Wolverhampton stadionja, aztán egy Manchester United badge, és ennyi volt a csillogós, egy Atnoiri, Munoz, Jensen és egy Harvey Barnes a végére a Newcastle-ből. Hát ennyi lett volna, nem azt mondom, hogy itt életem bontását bonyolítottuk, de legalább bontogattunk mindenféle baselapokat, azok nagyon hiányoznak még az albumomból. Ha majd megjelenik a fémdoboz, meg a kisebb fémdoboz, akkor azokra is ránézünk. Egyelőre ennyi lett volna mára. Köszönöm, hogyha megnéztétek, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb.